Tulajdonképpen ez az intelligens tevezettség elméletének a lényege, hogy a tényeket és az eredményeket nem vitatja, hanem azonos tényekből és eredményekből levonható következtetés vitatja. Tehát az ID azt mondja, hogy maradjunk a tényeknél, és a tényekből adódó legegyszerűbb következtetést vonjuk le, és ne próbáljuk meg egy olyan elméletet ráhúzni a tényekre, amelyeket a tények nem igazolnak. És ráadásul ezt az elméletet tényként tanítják az iskolában, ami viszont abszolút helytelen. Az iskolában egy olyan elméletet kellene tanítani, ami sokkal jobban megfelel a tényeknek, illetőleg ha már elméletről van szó, akkor hozzá kell tenni, hogy ez nem tény, hanem egy elmélet.